A fiatalabbak is besegítettek a hús feldolgozásában, mindenkinek megvolt a maga dolga a hétvégén megrendezett böllérversenyen. A programot a Szent Gál Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Mozgalom szervezte. Orjaleves készül, a lányok összerakták a töltött káposztát, úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tám még nincs is 11 óra, teljesen jók vagyunk. A böllérversenyt egyébként idén már 7. alkalommal tartották meg. A program lényege, hogy a két egyesület tagjai teljesen feldolgoznak egy-egy sertést, ezt követően pedig elkészítik a hagyományos disznótoros ételeket. A fogásokat pedig zsűri értékelte. A szervező azt mondja, hogy nagy népszerűségnek örvend az esemény, ezt az is jól mutatja, hogy évről évre egyre több a résztvevő. Ez körülbelül úgy szokott kinézni, hogy egy órára készül el az összes étel, beszoktuk várni az összes ételt, hogy akkor egy teljes disznótorost lehessen végigkóstolni. Utána tombola sorsolás, rengeteg felajánlást kaptunk szerencsére, nagyon köszönjük mindenkinek, és hát olyan 3-4 óra fele szokott lenni a zsűrinek a végső értékelése, az eredményhirdetés, és utána már egy kicsit lazább a dolog, eszem, iszom, dínom, dánom. A nap végén tehát a zsűri kiválasztotta a győztes egyesületet, akik megnyerhették a Böllér király címet és az ahhoz járó kupát.